450 afrikai menekült húzta meg magát egy elhagyott iskolában, Lyonban, menedékkérelmük elbírálására várnak. A helyi tanács korábban ki akarta üríteni az épületet, hogy új lakásokat építsenek itt. De egy felleviteli bíróság úgy döntött, hogy az emberek még egy évig maradhatnak. Ebrahim egyike az itt élőknek. Embercsempészeknek fizetett azért, hogy elhozzák őt Gambiából, Szenegálon, Malin, Nigeren, majd Líbián át. Innen hajóval jutott el Olaszországba, majd tovább vonatta Lyonba. Itt alszom, nem érzem jól magam. Hány ember van itt? Különböző emberek, és mind itt alszunk együtt. Néhányan betegek, mások még nem, de átadhatják egymásnak a betegségeket, panaszolta a férfi. Ha nem találnak szállást, az állam napi 14 eurót fizet a menedékkérőknek. Itt Franciaországban jól bánnak a menekültekkel. Havonta 450 eurót adnak a bevándorlóknak Franciaországban. Tehát tudunk vásárolni ételt és ruhát, bár nincs lakásunk, mondta ez a férfi. Nagyon rosszak a körülmények az iskolában. Csak kilenc WC van, és néhány abból sem működik. A menedékkérők nem kapnak automatikusan munkavállalási jogot, ezért sokan csak várnak a papírokra. Amikor hozom a családomat és megkapom a dokumentumokat, akkor keményen fogok dolgozni, nem a kormánynak kell etetnie a családomat, mondta Ebrahim. Franciaország megelőzte Németországot, az európai menedékkérők legfontosabb úti célja lett. Idén várhatóan rekordszámú kérelmet regisztrálnak. Tavaly már 23%-kal több kérvényt nyújtottak be, mint előző évben.